Feltehetően nem adta meg az elsőbséget annak a furgonnak a sofőrje, aki egy motorossal ütközött a hetes főúton Kápolnásnyéknél még márciusban. A baleset során a motoros olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kiérkező mentők már nem tudták megmenteni az életét. Éppen az ilyen esetek miatt és a prevenció jegyében közös kampányt indított a biztonságos motorozásért Számadó Máté motorversenyző és az Országos Mentőszolgálat. Sziasztok, Számadó Máté, gyorsági motorversenyző vagyok, és az Országos Mentőszolgálattal azért dolgozunk együtt, hogy felhívjuk a motorosok biztonságára a figyelmet. Az ember jóval 200 km/órás sebesség fölött gyorsan megkomolyodik a bivajerős gépek nyergében. Azt viszont fontos tudni, hogy a két keréken közlekedők jóval sebezhetőbbek, mint például az autósok. Az autósok körül a karosszéria, a légzsákok, minden ilyen egyéb védőfelszerelés ott van a motorosokon, meg végül is csak egy ruházat, egy védőruházat van, ha egyáltalán fölveszik, és így jóval sérülékenyebbek vagyunk, mint az autósok, és mondjuk egy figyelmetlenség során, ami akár vagy az autós, vagy a motoros részéről is következhet, az nagy károkat és sérüléseket tud okozni. Számadó Máté még csak 19 éves lesz, de az eredményei önmagukért beszélnek, hiszen a fiatal gyorsasági motoros kétszeres Európa kupa győztes, a tavalyi kontinentális siker mellé pedig oda tette az Alpok-Adria kupa győztesének járó trófeát is. 2023 végén kapta meg a Magyar Motorsport Szövetség az év élsport gyorsasági motorsport versenyzője díját. Fontos, hogy viseljetek motorozás közben protektorokat, akár vál, könyök és térprotektorokat is, hiszen ezek érnek először földet egy bukás vagy ütközés során. Az Országos Mentőszolgálatnál különösen nyáron sokasodnak meg a motoros balesetek, így nem is volt kérdés, hogy az OMS felkarolja a kezdeményezést. Az autósok sem számítanak annyira a motoros érkezésére, amikor mondjuk egy elsőbségadás kötelező táblánál benéznek balra, hogy érkezik-e valamilyen jármű, akkor autót figyelnek, hogy jön-e valami nagy tömegű, nagyméretű jármű, és utána kihajtanak a főútra, holott érkezik egy motoros, aki sokkal kisebb, és nem számítottak rá. Úgyhogy valóban ez a legveszélyesebb időszak. A mentőknek is vannak mentőmotorosai, így aztán kétszeresen érintettek vagyunk, nem csak az eseteink között, a betegeink között vannak motorosok. Legyen szó versenypályáról vagy közútról, az akció középpontjában a biztonságos közlekedésre helyezik a hangsúlyt, az egyenruhások pedig arra hívják fel a figyelmet, hogy a közlekedési szabályokat betartva jelentősen csökkenthető a balesetek száma.